picit deja vu érzésem van, ugyanis tegnap is ugyanitt voltunk, és annyira jól sikerült a nap, hogy nem is volt alkalmam elővenni a kamerát, és ezért nem is volt vlog tegnap. Hello, Peti! Ez is lesz. Aha. Mi a helyzet? Nem dolgozol? De most újra nekifogtok, és megpróbálok valami vlogocskát összehozni. A hátam mögött lévő épületet Makovec Imre tervezte. Aki nem ismerné Makovec Imrét, ő egy nagyon híres építész volt, nem csak magyarországi szinten, hanem egész Európa szinten, vagy világ szinten. És rengeteg épületet tervezett, és épült az ő tervei alapján. Többek között itt a makói fürdő is, amiről azt kell tudni, hogy Makovec Imre élete legnagyobb projektje volt, illetve legnagyobb épülete volt, amit ő megtervezett és ki is viteleztek. Nem tudom. Sofi! Halló! Elmennék a vécére. Mit csinálsz? Játszol a kocsival? Jó van. A fürdőt egyébként a nagy közönség 2012. január 20-a óta használhatja, ugyanis akkor volt a hivatalos megnyitó. Idáig vagyok csak lebarnulva, innentől fölfele meg egy kicsit fehér vagyok. Ezt, ha jól tudom, akkor úgy is hívják, hogy traktorista barnaság, de itt állok most, mögöttem van az élménymedence. Nézzük, milyen medencék vannak itt a fürdőben. Élménymedence. Az a golyó ott nagy hullámokat ver. Csúszdák! Egyébként ez a kinti rész, ez csak nyáron üzemel, de hát ez nem meglepő, ugye, bár mivel télen senkinek nincs kedve ide kint fagyoskodni, és itt van egy kinti úszómedence itt a hátam mögött, itt, és van még két kisgyerekeknek két medence, ahol elpancsikolhatnak a kisrácok és a kislányok. Egyébként hamarosan fognak ideépíteni egy nagyobb úszómedencét is, ami hivatalos úszómedence méretű. Itt a hátam mögött ebben az épületben van a tanúszoda, ami tényleg is nyitva van. Itt is található egy úszómedence, ahol lehet úszkálni, de ez se az az óriási nagy medence. Itt van néhány kültéri kajáda, ami még egyelőre nincs nyitva, de hamarosan nyitnak, úgyhogy mi is hamarosan meg fogjuk őket látogatni, mert farkas éhesek vagyunk, mivel nem reggeliztünk. Azt gondoltuk, hogy majd itt kajálunk valamit a fürdőbe, de még ugye nincs nyitva, úgyhogy még egy picit koplalnunk kell. Nézzünk be akkor a benti részre. Láthatátok, ide bent is van kettő darab ilyen élménymedence-szerűség. Úgy gondolom, hogy egy családostól, gyerekestől, mindenestől nagyon jó élményt tud biztosítani ez a fürdő. És hát azt kell mondjam, hogy elég tágas, mert rengeteg olyan helyen van, ahol el lehet húzódni, illetve még akár aludni is lehet idefent. Most feljöttem ide az erkélyre, úgymond. Mindjárt lenézünk. Egy cikkben úgy jellemezték magát a fürdőt, ezt a belső részét, mint ha templomba járna az ember. És hát amint látjátok, tényleg úgy néz ki, mint hogyha az ember egy templomba sétálna. Ezekkel az érdekes oszlopokkal, ezek az érdekes arc figurákkal itt az oszlopokon, eléggé úgy néz ki, mint hogyha templomba járna.
Egyébként a fürdőt nem csak a medencéjéről érdemes megemlíteni, hanem van itt nálunk egy sauna park, mert ezt már parknak lehet nevezni. Ha jól tudom, akkor több mint 9 féle fajta sauna áll a vendégeknek a rendelkezésére. Van gőzszauna, van infraszauna, és különböző hőmérsékletű mindenféle fajta más szauna. Állítólag nálunk itt az Alföldön, illetve pontosabban az Alföld alatt egy triászkori nagy tenger található. Mivel nem vagyok sem geológus, sem földrajz szakos akármicsoda, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, viszont az a medence, ahova most nem sokára megyek, ebből a triászkori tengerből bugyog fölfele, és ez nem más, mint a híres gyógyvíz, a termálvíz. Nézzük meg! Aki először jár itt, az egy picit lehet, hogy megrémül, mert nem kicsi ez a fürdő, egyáltalán nem kicsi, és előfordulhat az, hogy picit eltéved az ember, de... Nézzétek, találtam egy homokhozó, homokfoci pálya, vagy akár röppálya, nem, az ott van. Meg ott a háta mögött, ott a röplabda pálya. Homokfoci, ez milyen jó homokfoci. Közelítek a medencéhez, érzem egyébként az illatát. Nem egy kellemes illatú víz, de gyógyító. És itt van, ez az a víz, amire gondoltam, amiről beszéltem. Ez jön jó mélyről. Ez az egyetlen kültéri medence, ami még télen is üzemel, és emlékszek még azokra téli napokra, amikor így a barátokkal, ismerősökkel kijövünk ide, és esik ránk a hó, közben bent melegszünk a jó meleg vízbe. Higgyétek el, az érzés felülmúlhatatlan. Egyszer próbáljátok ki. Nagyon szuper. Itt a hátam mögött lévő épületben van egy ugyanilyen termálvízzel megtöltött medence, és aki nagyon fázós és nem szeret ide kint lenni, az nyugodtan bent élvezheti a termálvíznek ugyanolyan jótékony hatását, mint az idekinti medencében. Nézzétek! Gyerekeknek homokozó. Ezt higgyétek el, hogy aranyat tud érni egy ilyen, ha van egy fürdőbe. Aranyat. Hát kenyérlángos. Azt hittem, hogy nem elég. Itt a kenyérlángoskánk. Nagyon incsiklandóan néz ki. Jó étvágyat! Ahogy arra már rájöhettetek, a beszédkészségem az nem 100%-os, úgyhogy ha valami nem tiszta vagy valamit nem mondtam el érthetően, akkor nyugodtan írjátok meg itt kommentben, hogy ugyan miről beszélhetek, akkor megpróbálok írásban válaszolni, elméletileg az még megy. Egy dolgot, egy jó tanácsot, hogyha adhatok nektek, akkor hétvége helyett, hétköznap gyertek, mert akkor sokkal, de sokkal kevesebben vannak. Hát szerintem ennyi lett volna a makói Fagymatikum fürdőnek a rövid bemutatása, vagy hosszú, mindenki döntse el saját maga. Ha valamit kihagytam, már pedig kihagytam biztosan a szaunákat, mert oda nem vettünk jegyet, úgyhogy nem tudtam oda belátogatni. Lehet, hogy azt majd legközelebb megcsinálom. Szóval, ha van valami kérdésetek a fürdővel kapcsolatban, egyébként a fürdőnek a weboldalának a linkjét azt be fogom ide vigyeszteni a videó leírásba, hogyha valaki bővebb információt szeretne a fürdővel kapcsolatban, ott megnézheti, de remélhetőleg találkozunk holnap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok!